Decemberben adták át a fedett termelői piacot Tiszadada központjában. Nem ez volt az egyetlen fejlesztés, az elmúlt 5 évben közel 3,5 milliárd forint értékű pályázat valósult meg a településen. Napelemekkel és kamerákkal felszerelt, műanyag nyílászárós, nagy teraszos a most is készülő kiszolgáló épület a Tisza parton. A turisztikai beruházás célja, hogy tovább fejlődjön a vízi és a horgászturizmus. 160 millió forintból megvalósul egy vadonatúj bölcsőde épülete, ami szintén hozzásegíti majd azokat az anyukákat, akik kisgyereket nevelnek, hogy minél hamarabb a versenyszférába vissza tudjanak menni dolgozni. Ez Európai Uniós vissza nem térítendő forrásból jön létre. A tervek szerint pedig nyár végén, vagyis a következő nevelési év megkezdésekor vehetik majd birtokba az óvodások. Bár az önkormányzat kevés önerővel rendelkezik a fejlesztésekhez, már a következő évekre is megvannak a tervek. Amennyiben lehetőség lesz rá, pályázatokon keresztül valósítják majd meg ezeket. Nagyon szeretnénk egy új konyhát, tehát a településnek minden egyes intézménye, iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, minden épületünk rendben van, minden épület újra van színezve, új tetővel, napelemekkel rendelkeznek, van egy bentlakásos idősek otthona, az is maximálisan rendben van. Egyedül a konyhánk az, ami még a mai kornak nem felel meg, és egy új konyhát szeretnénk. Valamint van egy holtágunk, ami a Tisza szabályozás folytán keveredett oda nekünk, ami sajnos az élő Tiszához képest 6 méterrel van lejjebb. Ennek a vízutánpótlását szeretnénk megoldani. De a holtág teljes rehabilitációja is tervben van, vagyis a kotrása és a környezet élővilágának rendbetétele. Még van olyan belterületi út is, amelyik új aszfaltréteget igényel, és a faluközpontot is szeretnék felújítani. Az előzetes felmérés szerint ez közel 700 millió forintba kerül majd.